sült báránytálak érkeztek, rekordméretű kolbászt sütöttek, élelmiszer árbefagyasztás, kémények felülvizsgálat a Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. január 20-án 18 óra 5 perckor. Kátai Gábor kórházban Hubay Imre Csaba, a Nagykun gazdakör elnöke, Hubay Imre közgyűlési elnök és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő adta át a Hubay család ajándékát, sült bárányt, amelyet Nagyné László Erzsébet főigazgató vett át. Az ajándékot Nagyné László Erzsébet főigazgató átvette, és munkatársaival szét is osztották az osztályon dolgozó kollégáknak. További munkájukhoz jó erőt, egészséget kívánjunk, további munkájukhoz sok sikert, és egyúttal kifejezzük hálánkat a kórház összes dolgozója iránt, hiszen nagyszerű emberi magatartással, hozzáállással, rendíthetetlen akarattal szolgálják a környék lakosságát ebbe a nehéz vírusos időszakba, és az a pozitív kép alakult ki itt a környező falvakba, a városba, hogy ez a kórház maximálisan ellátja feladatát, és ezzel a mi kis szerény ajándékunkkal ezt akarjuk megpecsételni, hogy mindenben elfogadjuk, elismerjük, és nagyszerű munkájukhoz további jó erőt, egészséget és sok sikert kívánjunk. Bízunk benne, hogy jó étvágyal fogják elfogyasztani, és erősíti őket fizikailag is, lelkileg is, abba a munkába, amit végeznek. Mi úgy éreztük, meg úgy gondoljuk, hogy ezzel tudunk hozzájárulni ahhoz a nagyszerű munkához, amit ők végeznek. A Városháza mögötti parkolóban a Konok Kunok karcagi polgármesteri hivatal főzőcsapata egy 200 méter hosszú, 200 kg húsból készült kolbász sütött meg. A speciális látvány kolbász sütőt az Abátszalóki önkormányzattól kérték kölcsön erre az alkalomra. 200 kiló kolbász lett rendelve, egy 2,5 méter átmérőjű sütőszerkezeten. Ezt a szerkezetet polgármester úr az Abátszalóki önkormányzattal, Abátszalóki önkormányzattól kérte kölcsön, tőlük kaptuk meg. Kaptunk egy szakértői segítséget is, Barta István személyébe. Ő tanít be minket a sütés fortéjaira, hogy majd februárban, ha lesz esetleg a kolbászízesítő verseny, akkor már a saját eszközünkön mi is önállóan tudjunk sütni. Még most mi csak tanuljuk, felügyelet mellett, persze mi is csináljuk. Nem egyszerű, el kell mondani, mert faszénen sül, oda kell figyelni. Ha begyullad a láng, elkezd lángolni a faszén, mert csöpög a zsír, ki kell húzni, el kell oltani. Szóval nem egyszerű ez a művelet. A karcagi csapatnak az első sütésben az abátszalóki Barta István segített, hogy a következő rendezvényen a Juhász János vezette csapat már önállóan tudjon látványsütéssel ekkora mennyiségű kolbász megsütni. Nehezebb sütni, mert így is felülről, hát most a kamera ugye nem mutatja, de még a bekent zsír még tetején nem olvadt el. Hát ugye meg hát a 200 kg kolbásznak is át kell melegedni először, a vizet kiadja párra tekintetébe, és majd csak utána kezd el sülni. Igyekszünk, hogy karcagi módra készüljön, nem mi készítettük, de kértük, hogy próbáljanak már a karcagi ízesítés szerint. Ugye mi el is mondtuk, hogy körülbelül mit szeretnénk, reméljük sikerül. Tulajdonképpen egy óra sülés kell neki, egy olyan jó fél óra múlva át lesz fordítva az egész szerkezet másik oldalára, akkor sül úgymond az alja, hogy utána már a késznek kelljen forgatni. Bízunk benne, hogy finom lesz. A sült kolbászt kóstolójegy megvásárlásával a lakosok is megkóstolhatták. A kolbászt, amely megsült, akkor utána levesszük a tetejét a sütőszerkezetnek, ilyen 15 centis darabokra fogjuk feldarabolni. Itt a kolléganők majd papírtárcára teszik, mustár, kenyér, szalvéta kísérletébe, és ez 300 forint lesz egy adag. Befagyasztja a legfontosabb élelmiszerek árát a kormány. Megkérdeztük, mit szólnak hozzá Karcagon. A kormányülésen a koronavírus témája mellett az áremelkedések kérdése is kiemelt szerepet kapott, ugyanis az energiaárak emelkedése erre a területre is nagy hatást gyakorolt. Mink nagyon örülünk neki. Én úgy tudom, most konkrétan arról van szó, hogy
október közepi árakra vissza kell mennünk termékekkel február 1-től. A 2,8-as tejet érinti kristálycukrot, étolajat, lisztet, tehát napi élelmiszereket, esetleg még majd szerintem a csirke mellett, de ugye mink ilyesmit nem árulunk. Ez mindenkit érint. A kormány a családok védelme mellett a benzinár növekedést is sikerrel fékezte meg. Emellett kamatstoppot vezetett be a jelzálog hitelek esetében. Emellett a rezsicsökkentési politikának hála a magyar családok fix áron juthatnak az energiához. Nap mint nap észreveszünk, ha vásárolunk, hogy emelkednek az alapvető élelmiszer árak. Hát ennek örülök, hogyha most be fogják február 1-től hozni ezt a rendeletet. Hát azt a többi a magánvállalkozók, hogy majd mit szólnak hozzá, vagy hogyan fognak majd dönteni, azt nem tudom, vagy reagálni erre, mert ez az ő részükről ugye ez kedvezőtlen. Van, amikor alapvető, vagy éppenséggel olyan is van, hogy központi étkeztetésből hozunk ebédet, és akkor én annyira nem szoktam fölraktározni. De azért mindig van otthon, amihez hozzányúlok, és nem az, hogy szaladok már is az üzletbe, és már az szükséges. Akkor egy fél kiló kenyeret. Én speciál nagyon örülök neki, mert azért a boltokban az árak most az utóbbi időben nagyon elszaladtak. Rettenetes, hát az étolajról most nem is akarok beszélni, hogy milyen összegbe kerül, és egyik napról a másikra ment fel az ára. Hát reméljük, hogy ez egy kicsit megfogja az egész áremelkedésnek az emelését, tehát ez sokat fog jelenteni nekünk. Én bízom benne, hogy ha az árstopp lecseng, akkor is maradnak ezek az árak, vagy legalábbis közel hasonló árak. Mindenképpen nagyban érint, mert azért két gyermek, akik még ugyan már kirepültek, de még azért csak jönnek, és ott vannak velünk sokat. Tehát mindenképpen nagyobb mennyiségű élelmiszert kell vásárolni ahhoz, hogy elég legyen. Úgyhogy ez egyértelmű, hogy sokat fog jelenteni árban, hogyha kevesebb marad, és több marad a zsebünkben. Közben azonban más termékek ára is emelkedésnek indult, például az élelmiszereké tette hozzá Orbán Viktor miniszterelnök. Ezért a bevezetésre került február 1-ével az kristálycukor, étolaj, csirkehús, azok közül a csirkemell, sertés comb, a tej, 2,8%-os tej, étolaj és a kristálycukornak az árcsökkenése, ami októberi árhoz megy vissza, és ez szerintem kedvező hatással fog az emberekre hatni, mivel azért a mai helyzetben, tehát elég sok terméknek följebb ment az ára, és úgy gondoljuk, hogy ez az intézkedés jó hatással lesz a vásárlókra. Például a kristálycukor ára most per pillanat 375 forint, és az előző ára 275 forint volt. Az étolaj ára az igen-igen nagyot ugrott, mert 360 forintról folyamatosan nőtt az ára, és most 780 forintnál tart. És például a lisztára is nagyon sokat, tehát az körülbelül egy olyan két lépcsős áremelkedés volt, ami nagyon sokat jelent. 250 forintnál tart most az egy kilós lisztnek az ára, ami 180-190 forint volt előtte. Nagy örömmel fogadták nyilván, tehát már reggel jelezték a vásárlók, hogy tehát kedvező hatással fog, tehát észrevehető lesz a családok számára ez az árcsökkenés. A kormány úgy döntött, hogy 6 termék esetében beavatkozik az árak alakulásába. Ez a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó étolaj, a sertéscomb, a csirkemell és a 2,8%-os tehénytej.
Ez azt jelenti, hogy ezeknek a termékeknek az árát vissza kell vinni arra a szintre, ahol tavaly október 15-én állt. Étolaj, ami jelentősen magas szerintem mindenhol, egy ilyen 700 forintos áron mozdul, ez vissza fog menni egy olyan 600 elejére, úgy gondolom. Kristálycukor, hát kisközért vagyunk, tehát itt nálunk 320 forint, ez is vissza fog menni egy olyan 270-80 körülre. Tejnél mindennél észre lehet majd venni az árcsökkenést. Én úgy gondolom, hogy forgalom növekedés várható, mert mivel olcsóbb, többet fognak vásárolni. Ez minden üzletben meg kell történjen. Február 1-től kezdődően már ezen az áron lehet őket megvásárolni. Karcagon 2022. február 1-e és április 29-e között tervezik elvégeztetni a társasházak kéményeinek, égéstermék elvezetőinek éves felülvizsgálatát. Tájékoztatjuk a tisztelt karcagi lakosokat, hogy a kéményseprő ipari tevékenységről szóló, valamint a kéményseprő ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság gazdasági ellátó központja, mint kéményseprő ipari szerv Karcag városa tekintetében 2022. február 1 és április 29-e között tervezi elvégeztetni a társas házak kéményeinek, égés termék elvezetőinek éves felülvizsgálatát. A lakossági tulajdonú ingatlanok és társasházak égés termék elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát Jászlanykun Szolnok megye egész területén a katasztrófavédelem kéményseprő ipari szakemberei fogják elvégezni. A felülvizsgálattal kapcsolatban bővebb tájékoztató a www.kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon elérhető. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!